Adjon az Isten! Kolompár Orbánról nekem is eszembe jutott valami. Mondott ő mást is. Nemrégiben a sajtó megkereste, hogy megkérdezze tőle, hogy ő, mint a hazai cigányság kalapos királya, mit szól ahhoz, hogy már 3 bírósági eljárás folyik ellene, és több mint 100 millió forint hűtlen kezeléssel vádolják. És erre mit mondott Kolompár Orbán? Az emberjogi harc nehéz küzdelem. Magát Nelson Mandelához, Martin Luther Kinghez és Mahatma Gandhihoz hasonlította. Úgyhogy szeretnék megnyugtatni mindenkit, nekünk is van Nelson Mandelánk. Kicsi, lopós, de a miénk. Itt most egy hosszú, szép és ünnepi bevezetőt kellene mondanom, de én nem ezt teszem. Belevágok a közepébe, és kijelentem nektek, önöknek, országnak és világnak, hogy a Jobbik nem a harmadik, nem a második helyre készül a választáson. Az ország jelenlegi helyzetében nem vagyunk hajlandóak más célt kitűzni, csak a győzelmet. Győzni akarunk, és győzni fogunk! A győzelem után pedig nem maszatolni, nem mellé beszélni, nem hazudozni, nem lufikat fújni fogunk, mint az eddigiek, hanem rendbe fogjuk tenni Magyarországot. Mindenki és minden a helyére kerül majd. Van, aki igazságot, van, aki munkát, van, aki segítséget, van, aki lehetőséget kap majd, és olyan is lesz, aki cellát. Beszélhet és ígérgethet itt fűt és fát mindenki a magyaroknak, de mondjuk ki az igazságot ebben a családi körben. A parlamenti pártok mindegyike, az unió, a multinacionális tőke és a globális tőke szolgája. Azok tudta és engedélye nélkül egy tapottat sem tesznek. Tönkretették az országot, van, aki aktív hazaárulással, van, aki passzivitással és gyávasággal. Egyedül a Jobbik felelős kizárólag önöknek, nektek, a magyar embereknek. És ezért gyakorlatilag ellenünk a nagy koalíció összeállt, a Fidesz és az MSZP-nek már a Jobbik a legfontosabb ellensége. Miért is? Miért kellett közösen megszavazni olvasatlanul a lisszaboni szerződést? Talán, hogy a Jobbik ne tartson róla népszavazást? Miért kellett szétosztani nagy hirtelen a rádiófrekvenciákat? Talán, hogy ne kelljen adni a Jobbiknak? Miért kellett néhány hete a titkosítások feloldását közösen szigorítani, és ezzel az elmúlt 20 év összes piszkos ügyét elrejteni? Talán azért, mert tudják, hogy jön a Jobbik, és áprilistól borítja a bilit? Félnek és rettegnek tőlünk. Kapkodnak, hazudoznak, kínjukban már a programunkból lopkodnak. Már az sem lepne meg, a holnap Kövér László és Lendva Ildikó közösen avatna egy Horthy szobrot. Miközben az ő oldalukon van a pénz, a hatalom, a média, a titkos szolgálatok, a fegyveres testületek, minden, eközben ők mégis tőlünk félnek. Hogy miért? Hát azért, mert az igazság a miénk. Tudják és érzik, hogy a Jobbik országgyűlésbe jutása majd nem azt jelenti, hogy egyel több parlamenti párt lesz, hanem néhány hónap múlva azt fogja jelenteni, hogy 4-jel kevesebb. Azt tudják már, hogy össze fog omlani az egész átkozott, ócska hazugságokból épített kártyaváruk, és attól rettegnek, hogy majd mindannyian alátemetődnek. Mert hogy a Jobbik kormány fel fogja számolni a politikus bűnözést, meg fogjuk valósítani az elszámoltatást, el fogjuk fogadtatni a politikus bűnözés elleni zéró tolerancia törvényt, eltöröljük a mentelmi jogot,
A politikusok által elkövetett bűncselekményekre dupla büntetést fogunk kiszabni. Feloldjuk a titkosításokat, visszahívhatóvá tesszük a képviselőket, kihozzuk a börtönből a politikai foglyokat, megszüntetjük a végkielégítéseket, és a nemzeti vagyont a jövőben akár csak egy fillérrel is megkárosító személyeket életfogytiglan fogjuk börtönbe zárni. Ha mindezt ma bevezetnénk, önök szerint hány jelenlegi képviselő maradna a parlamentben? Megadták a választ. A Jobbik kormány a munkahelyen teremtés érdekében megszabadítja Magyarországot a felesleges kiadásoktól. Az államadósságot újra fogjuk tárgyalni. A multinacionális cégeket és a bankokat be fogjuk vonni a közterviselésbe. A korrupciót fel fogjuk számolni. A szociális rendszerben a segélyeket közmunkához és szociális kártyához fogjuk kötni. A mezőgazdaságnak és az erre épülő élelmiszeriparnak és feldolgozóiparnak vissza fogjuk szerezni az elvett hazai és külföldi piacait. Az építőiparban megszüntetjük a láncszartozást és a multik elképesztő versenyerőnyét. A devizahitelek forintosításával megakadályozzuk a kilakoltatástól a családokat. És a Jobbik, innen üzenjük mindenkinek a világban, meg fogja védeni a magyar földet is. Nem a moratórium meghosszabbításával, mert az nulla. A földtörvényt fogjuk úgy módosítani, hogy abban olyan feltételekhez kötjük a földtulajdonszerzést, amelyet egy külföldi egyszerűen nem tud majd teljesíteni. Hadd mutassam be önöknek egy történet keretében, mit is értünk ezen. Egy kis időutazásra invitálom önöket. Képzeljük el magunkat 2011 májusába. Napsütés, gyenge szellő lengedez, és a Rónán feltűnik egy német állampolgár, akit a történet kedvéért most csak hívjunk Salamonnak. Salamon földet akar venni? Hát akkor van néhány feltételünk. Az első feltétel, Sali, hogy igazold, hogy 10 éve Magyarországon élsz. Igazold azt, hogy nem csak 10 éve Magyarországon élsz, de mezőgazdaságból élsz. Nem Sukoró, nem Pács környékén bújtál elő a bokorból, hanem a mezőgazdaság a hivatásod. Igazold azt, hogy a Rigó utcában gárdista nyelvvizsgabiztosok előtt letettél egy felsőfokú magyar nyelvvizsgát. Végezzel egy mezőgazdasági főiskolát, amelynek a vizsgaszabályzatát még kitaláljuk. A beugró kérdés már megvan. Sorolt fel az Árpádházi királyokat évszámmal, egy perc alatt, visszafelé. És ha mindezzel megvagy, akkor menj fel a köztársasági elnöki palotába, dr. Morvai Krisztina várott rád, és neki két pecsétje van, magunk fajta és maguk fajta, és majd eldönti, hogy melyikhez tartozol. De nem tiltjuk, hogy földet vásárolj. És hogy az EU majd morgolódni fog. Mit fog szólni az EU? Engem nem érdekel, hogy mit fog szólni az EU. Ezek az elmúlt 20 évben mindig csak azt kérdezgették. Mit szól Brüsszel? Mit szól Washington? Mit szól Moszkva? Mit szól Tel Aviv? Bennünket csak egy dolog érdekel. Mit fogtok szólni ti? Mit fognak szólni önök? Mit fognak szólni a magyar emberek?